Los Angeles özvegye teljesíti Andy Vajna, 74, végakaratát. Budapest után egy második temetési szertartást is tartanak Los Angelesben a világhírű producernek. A január 20-án elhunyt filmügyi kormánybiztos kívánsága az volt, hogy fia és szülei mellett a Westwood Village temetőben helyezzék végső nyugalomra, Vajna Timea, 36, pedig csütörtökön repülőre ült néhai férje hamvainak egy részével. Timi jól tudta, hogy Andy a családja mellett szeretne nyugodni, ha eljön az ideje, de azt is belátta, hogy kormánybiztosként, a magyarok hírnevét világszerte öregbítő filmes hírességként itthon kell eltemetni. Szívvel és ésszel hozta meg a legjobb döntést, mondta a lapunknak korábban a család egyik barátja. Közösségi oldalának tanúsága szerint a gyászoló feleség a feltűnést kerülve, egy menetrend szerinti járaton utazott, erről egy képet is megosztott, ami mellé szívszorító üzenetet írt. Ez szerint január elején még boldogan utaztak pihenni kettesben. Mint írja, nem így tervezte az életet és az idei Valentin napot. Ígéri, hogy mindig vele lesz, és teljesíti a kívánságát, Los Angelesben helyezik végső nyugalomra. A Blick egy, a neve elhallgatását kérő, Los Angelesben élő informátortól korábban megtudta, hogy Andy Vajna temetését az Oscar-gála estéjéhez közelre időzítették. Ahogy lenni szokott, a díjátadó hetében már szállingóznak a vendégek Hollywoodba, így a temetéskor már sok kolléga, színész, rendező és producer lesz a városban, akik így személyesen vehetnek végső búcsút a világhírű producertől, akit mindenki tisztelt. Vélhetően ezért dönthetett úgy a család, hogy a szertartás napja a filmes díj kiosztóhoz közeli időpontban legyen, mondta forrásunk, aki úgy tudja, a búcsúztatóra számos híres vendéget várnak. Videóval búcsúzott, megható videóban emlékezett meg a világhírű rendező, John McTiernan Andy Vajnáról. A Die Hard, illetve a Ragadozója videójában elmondta, nagy elmét és remek szakembert ismerhetett meg Vajna személyében, aki hiányzik és mindig is hiányozni fog neki. Mint mondta, bizonyára kevesen tudják, de Andy nagy újítónak számított, és a mai film finanszírozási modell valamelyest az ő nevéhez is köthető. Jó volt vele dolgozni, mindig számíthatott szakmai tanácsaira.